Sziasztok! Örülünk, hogyha a skót felföldi utazásunkat nyomon követitek. Az előző részben láthattátok, hogy végre láttunk már skót teheneket. A következő részekben Zolié lesz a főszerep. Megmutatja, hogyan lehet eljutni a világító toronyig. Azt is megnézhetitek, hogy milyen magas helyeken járt. Amit persze úgy mutatott be, hogy kimászott a sziklafalak partjáig, amit én is csak most, utólag a videóvágás során vettem észre. De hát mindegy, ő úgy volt vele, hogy mindent értetek. Meg akartam mutatni, hogy milyen magas helyeken járt. A következő részben viszont azt mutatja meg, hogy milyen volt az elhagyatott világító torony. Mint láthatjátok, nagyon esős időben érkeztünk a helyszínre, a parkolóba, ezért én úgy döntöttem, hogy inkább a kocsiban maradok és a videókat vágom. Zoli pedig elment és felfedezte a környéket. Hello mindenki! Eljöttünk a Sky-sziget legnyugatibb pontjára. Itt van egy világító torony, oda sétálok le egyedül. Vera inkább úgy döntött, hogy ebbe a szemerkélős időben inkább ott marad a Annában és videót vág addig. Megérkeztünk a kilátóhoz, illetve a világító toronyhoz, de ugye nem látszik, mert egy mögött lesz. Viszont a legelső megállója vagy pontnak ennek a túrának. Ez a csörlő. Bocs a szélzai, próbálom takarni a mikrofont, amennyi lehet. Ez kérem szépen, hát ez egy dízelüzemanyag szűrő, jól látom. Igen, ez egy adagoló. Ah, és itt az injektor, tehát ez nem egy benzines, hanem egy dízel generátor volt régen, és ez hajtotta, gondolom, ezt a csörlőt. Igen, minden bizonnyal, ez a láncolatáson keresztül. Ez volt, gondolom, a fék annak idején, csak hát minden beharazdás oda nem működik, bár még az olajnívó kicsit olajos. És itt a drótkötél. Itt az állvány. És innen ment le a kosár. Egészen oda, ahhoz a ponthoz. Ott pedig van lent egy ilyen hatalmas nagy fémkosár. Már az is el van rozsdásodva sajnos. És innen húzták fel a cuccot, hogy ne kelljen fölhozni gyalog, amit is megfogtak, és itt partot tettek. Ó, még a légszűrő itt is van. Az volt annak idején a levegőszűrője a dízelgenerátornak. Jó kis munka lenne felújítani, bevállalnám. Lesétálok a világító toronyhoz, illetve van egy kilátópont is. Annak a nagyon magas sziklának a tetejéről. Hát onnan föntről indultam, hogy lépcsőn kell menni végig, ott van az út, ott ki lehet sétálni még, ha jól látom a tengert megnézni, aztán meg kell följutni oda, illetve a hegy mögötti részen pedig lesz majd a világító torony. Menjünk is. Leértem közben a csörlőnek az alsó pontjához, gondolom régen ezzel húzták föl az árut. Itt látszik, hogy megy egy drótkötél pálya végig föl, egészen a hegycsúcsig. Eléggé szeles az idő, remélem azért tisztán lehet hallani, amit mondok. Szeles az idő, kissé hűvös is van, eső is szemerkel néhány kicsikét, most mondjuk éppen nem, de ennek ellenére látszik, hogy elég sok ember és turista van. Jönnek, mennek itt mindenfele, kirándulgatnak az emberek. Én most kimegyek először ehhez a kilátóhoz, ahol lehet látni a tengert, körülnézek, milyen onnan a kilátás. Hát az elég komoly méretű hegy, meg itt az egész partszakasz nagyon jól néz ki. Ott a lépcső. Hát szóval tényleg ez a skót felföld eléggé látványos, hogy úgy mondjam. Ki is értem ide a tengeri kilátóponthoz.
Ez még nem a hegycsúcs, ez csak egy ilyen nagyobb mezőnek a vége. Hát nem tudom, a videó mennyire adja vissza, de azért van mélység bőségesen alattunk. Szerintem 60-80 méter magason biztos vagyunk. Illetve vagyok jelen pillanatban, ugye, mert a Annában maradt. Innen már látszik a világító torony, ott a nagy sziklának a végén. Időközben észrevettem, hogy onnan föntről van egy pár ember ott fönt, és még onnan nézik a világító tornyot. Az elég magasan vagyunk, nem tudom mennyire adja vissza a videó. Nem szeretnék lepottyanni innen. Folytatom az utamat. Megyek most a magasabbik kilátóhoz, a nagy hegycsúcsra. Hát, a kilátás az se onnan nem rossz. Túlalt hegyek, hegyvonulatok. Itt lent alattunk van egy kavicsos strand. Föl kell jutnunk a magaslatra. Most megyek fölfele arra nagyon magas hegyre. Hát nem mondhatnám, hogy van kiépített útvonal. Emberek, amit kb. Kitapostak. Egy kis birkák vannak. Madarak. Hát egész természetközeli dolog. Bocsa szélzaiért, de megint nem hoztam magam a mikrofont. Ott van lent a világító torony. Remélhetőleg majd a csúcsról még impozánsabb lesz majd a kilátás. Még addig gyakorlom még egy ideig. Itt láthatjátok, még nem vagyok a legmagasabb pontján. De innen is elég jó kilátás. Hát abból a parkolóból jöttem. Na, fölértem a legeslegmagasabb pontjára ennek a kilátónak. Elég pazar látvány nyújt innen a kilátás. Nem tudom, mennyire adja vissza a videó, hogy ilyen magasra is vagyok, de félelmetes. És ott van a világító torony, oda fog most lemenni. Elindultam lefele a világító torony irányába. És haverok, a túra lefele sem lesz egyszerűbb, de meglépjük. Úton vagyok ugye a kilátó torony felé, de menet közben megláttam egy ilyen kis kilátópontot, itt is gondoltam megállok, kicsit körülnézek, és innen lehet rálátni igazán arra a hegyre, aminek a tetején előbb fönn voltam. Hát elég impozáns méretei vannak,
ott voltam fent a legcsúcsán. Azért nem tudom hány méter, de nem kevés. Már csak itt sem vagyok egy alacsony magasságban. A mai rész ennyi volt. Az én feladatom ebben a videóban annyi, hogy megvágjam és elköszönjek tőletek. Tartsatok velünk a következő részben is, ahol Zoli bemutatja a világító tornyot.